valóban első pillantásra kicsit félelmetesnek tűnhet, de egy nagyon fontos repülés-élettani vizsgáló eszköz varokamra, vagy nyomáskamra, ahol tulajdonképpen a nagy magasságnak megfelelő nyomás csökkentéssel, légritkítással, a magasságnak megfelelő oxigénhiányos állapotot hozzuk létre. Itt az éves repülőalkalmassági vizsgálat utolsó elemeként minden pilóta, aki nagy magasságban repülőeszközön közlekedik, vezeti vagy egyéb feladatot hajt végre, meg kell, hogy tapasztalja az oxigénhiánynak a tüneteit, alattomos jelentkezését, és fel kell készülnie arra, hogy időben cselekedjék. Ezért vannak ezek az első pillantásra talán megkökkentő eszközök. A magyar kártya egy egyébként zsugás pilótánál nagyon jó eszköz arra, hogy szembesítsük vele, hogy milyen gyors ütemben romlik a kognitív, tehát az agyi teljesítő képessége, nem képes számos lapokat összeadni, összekeveri a színeket, nem tudja, hogy blackjack van a kezében, és mindez pár másodperc alatt. Magasság függvényében 7600 méteren néhány másodperc alatt kialakulhat az oxigénhiánynak ilyenfajta teljesítményrontó hatása. Az űrhajózás hatalmas fejlődésen ment keresztül 40 év alatt, amióta az első magyar űrhajós Farkas Bertalan fönnjárt az űrben. Vészhelyzetben, természetesen az űrben, ugyanúgy, ahogy a nagy magasságú repülésnél, az oxigénhiány fenyegető, életveszélyes, akár végzetes állapotot is jelenthet. Tehát valószínűleg az űrhajós jelölteknek, pilóta jelölteknek szintén át kell ezen majd esniük ezen a vizsgálaton. Az, hogy milyen magasságon, az nyilván az őket szállító űrhajó nemzetiséget, tehát valószínűleg az orosz fél fogja meghatározni. Klasszikus felszállási profil 5500 méter fél atmoszféra nyomáson, ahol hát 15 percig kell nagyobb keringés, megingás, tudatállapot romlás nélkül a pilótáknak túlélniük a vizsgálatot. Nyilván egy űrhajón közelvákumban, ha bármiféle meghibásodás van, vészhelyzet, akkor még ennél nagyobb mértékű nyomáscsökkentés is lehet. Tehát itt a barokamrában lehet ennél nagyobb magasságot is szimulálni, akár 10.000 vagy 12.000 méteres magasságnak megfelelő légritkítást. Ez a kamra technikailag 20 kilométeres magasságnak megfelelő légritkítást tud létrehozni. Ez már jóval a stratoszféra határain túl van. Számunkra ez egy nagy kihívás, aminek örömmel állunk elébe. Nagyon sok tanulnivalónk van, fölkészülni valónk. Szeretnénk tanulni nyilván az orosz féltől, európai és az amerikai űrkutatási ügynökség eljárásrendjéből is, hiszen odafönn a nemzetközi űrállomáson azért egy közös munka, egy csapatmunka folyik, és ott szeretnénk megtalálni a magyar űrhajósnak a helyét, hogy mind élettanilag, mind szellemileg, mind pszichológiailag ott megfelelő jó teljesítményt tudjon nyújtani arra az időtartamra, amíg ő ott fönt lesz. Annak ellenére, hogy nincs még hivatalos megállapodás, a papíron rögzített megállapodás két ország, Magyarország és Oroszország között, a két ország szakemberei és a illetékesei aktív tevékenységet folytatnak annak érdekében, hogy minél előbb egyrészt ez az megállapodás fedél alá kerüljön, aláírásra kerüljön, másrészt, hogy az effektív kiválogatási és felkészítési munkálatokhoz, programhoz hozzá tudjuk fogni, mind Magyarországon, mind elő legyen készítve minden az itt kiválogatott két űrhajós jelölt oroszországbeli kiképzéséhez, felkészítéséhez. Magyarországon ennek a két személynek a kiválogatása történik, széles körben, a tervek szerint széles körben, de bizonyos határok között. Az a terv, hogy bizonyos korhatár fölött már nem tudunk fogadni jelölteket. A jelen állás szerint 35 éven aluliak közül akarjuk kiválogatni. Elsősorban egyetemet végzett képzett embereket,
az, hogy katona vagy civil lesz a kiválasztott, arról jelen pillanatban még nem tudok bármit is mondani, és ezzel párhuzamosan megy egy tudományos programnak is a előkészítése, amely nem csak az orvosi, őrélettani és pszichológiai kérdések kutatásait fogja végezni, hanem mérnök-műszaki és egyéb kutatások is fognak történni, remélhetőleg. Nem kereskedelmi űrrepülésről beszélünk, nem ez a cél, hanem egy teljes értékű, minden szempontból felkészített és komoly tudományos értékű űrrepülést tervez az ország politikai és tudományos vezetése. Nem abba kell gondolkodni néhány hónap, hanem 18 hónapról van jelen pillanatban szó. Nyilván van egy ára annak, hogy Oroszország lehetőséget nyújt arra, hogy magyar állampolgár, magyar űrhajós kerüljön fel a nemzetközi űrállomásra. Ebbe beletartozik természetesen a kiképzés, a felkészítés, a fönti tevékenység, és ebbe beletartozik ebbe a pénzösszegbe, ami még változhat, legalábbis ami a magyar fél erre szánt összegét jelenti, a különböző tudományos kísérleteknek és programoknak a felkészítése. Műszerfejlesztés, háttér tudományos vizsgálatok végzése, és még meg annyi olyan dolog, ami egy ilyen komoly missziónak a felkészítésére szükséges.